Sziasztok! Megérkezett a Waberer új szerzeménye, a tisztán elektromos DAF nyerges vontató, amit John Bacon a Driving Campen mutattak be. Én is ellátogattam, és természetesen, ha már ott jártam, akkor mentem is vele pár kört. Na de mi ebben a nagy szám? Hisz már hónapok óta rója az utakat az Aldi színeiben egy DAF nyerges vontató. Ez így nem igaz. Az nem DAF fejlesztés, hanem egy magyar cég építette át a DAF nyerges vontatóját. Teszem hozzá, ilyen átépítő cégekből igen sok van, sok üzemel Európa szerte. Külön megkérdeztem a DAF-os vezetőket, hogy miért engedik a már korábban említett, átépített DAF nyerges vontatón használni a DAF feliratot, mire a válasz egyszerű volt, ők nem látnak semmilyen kivetnivalót abban, hogy valaki egy általuk eladott kamiont átépítsen. Na, a többi konkurens márka nem egészen ilyen baráti nála kérdéshez, ugyanis akikkel legalábbis én beszéltem, nem engedik használni a márkanevet, ha átépítenek egy kamiont. A most bemutatott DAF nyerges vontatónak a vételára 100 millió forint feletti, na nem csak a DAF-nál, hanem a konkurens márkáknál is ennyibe fognak kerülni ezek a vontatók, ami megkérdőjelezi az életképességét. És még egy rövid gondolat, mielőtt megmutatnám nektek a gépet. Sok olyan felvetés, kérdés jön, hogy mire elegendő a 150-250 km-es hatótáv. Nos, ha 75 perces töltési időből indulunk ki, azaz rakodás közben tudod tölteni a vontatódat, akkor már is napi 300-500 km lesz a hatótáv. Ugye a többség az nem nemzetközi kamionsofőr. Szóval igenis életképes lehet. Itt már csak a fuvardi, vagy épp az állami támogatás a kérdés. Miből lehet ezt fenntartani? Be is ültünk ide a DAF-ba, úgyhogy Gerlei Gábor fog engem elkísérni erre a mostani rövid útra. Úgyhogy kedves Gábor, én át is adnám neked a szót. DAF CF Space Cab fűkés vontató, teljesen elektromos. Saját tömege a vontatónak 9200 kg ezzel a fülkével, és össztömegben 37000 kg lehet jelen pillanatban még ez a jármű szerelvényben. Az akkumulátor csomag az 350 kWh-s, és van egy 210 kW-os motorunk, ezzel a fogyasztásunk az rakománytól, domborzattól függően 1,3 és 1,9 kWh per kilométer. Így a ható távolságunk az azt mondom, hogy 150-től 250 kilométerig terjed körülbelül. Vezetni az autót körülbelül ugyanúgy kell, mint egy dízelt, ami picit különbözik az, hogyha kiengeded a féket és lelépsz a fékpedálról, akkor ez meg elindul, elkezd kúszni. Nem fog nagyot rántani, de egy picit elkezd kúszni, és a kilométer óra kijelzőjén a jobb oldali az a töltés, visszatöltés értékeket mutatja. Motorfék üzemben pedig egy 20%-os fékezést fogsz tapasztalni, az erősített motorfék helyén lévő karral pedig további százalékokat nyersz a fékezés üzemben. Amúgy, amiket hallunk, gyakorlatilag a villanymotort halljuk egy picit, halljuk az összes kiszolgáló komponensnek a meghajtását, itt ugye mindent villanymotorral kell hajtani, a vízpumpától kezdve szervó, a levegő kompresszor és egyéb kiszolgálókat, mindet erre a feladatra méretezett külön villanymotor hajtja, amit egy külön inverterrel táplálunk meg, és ezeknek a működését, illetve a hűtését lehet hallani, de gyakorlatilag nagyon csendes az autó, azt gondolom. Milyen kényelmes egyébként, hogy nem remeg a fülke, nem az remeg. Első, és a fék az tényleg rettenetesen erős benne. Hát, hogyha behúzott teljesen, akkor így, hogy üres az autó, így be is végezi teljesen, aha, és uff, dobja utána. De akkor rendesen faroltunk most, ugye? Igen, tehát, de utána, hogyha most nem raktad volna vissza, nagyon gyorsan lereagáltad, akkor ő eldobja. Tehát abban a pillanatban, hogy érzi, hogy a B-tengely megcsúszik, uh-huh, ugyanúgy, mint a dízelmotorosnál is. Nézzük, most lehet, hogy nem mentünk olyan gyorsan. Most nem meg. Tehát akkor azonnal kiteszi üresbe. Akkor eldobja, így van, és gulás. És akkor itt eldobta végre. Amikor érzi, hogy megcsúszik, akkor eldobja a féket, és onnantól kezdve gurulásba tudsz tovább menni. Sokkal valójában kényelmesebb érzése van az embernek, ahogy ül benne. Nem tudom, nincs remegés, nincs hang. Igen.
És ami még szerintem meglepő nekem az, hogy a dízelmotorosnak a váltása, azt ki, az hiányzik a karakterisztikát. Az nyomod a gázt is lilálisan gyorsul. Lehet, hogy az a része is hiányzik. És meg ez a billegés, amit a váltás okoz. Gyakorlatilag kiesel a lendületből, amikor vált a dízel, ez pedig szépen húzza az autót. Nekem ez volt, ami meglepő volt elsőre. Azért tanulni kell, kíváncsi leszek, amikor súlya fog próbálni. Igen, súlya legészen ilyen... más. Uh-huh. Biztos, hogy akkor sokkal többet is fog ráengedni. Az ember tudja, ilyenkor az elektromosban, lehet, hogy csak maga a nevébe van benne, igen, hogy hiány van az a sok digitális kütyütést, és analóg óra van benne. Abszolút egyetértek. Viszont ennél az autónál elsősorban hajtáslánc fejlesztésre volt figyelem fordítva. Ezzel párhuzamosan bejöttek az új termékeink, tehát teljesen új termékportfólióval vagyunk kint az XFX, GXG Plus modellekkel, és olyan fülkébe fogjuk tenni az új hajtásláncot, ezt a elektromos hajtásláncot a következő generációnál, és ott már elérhető minden fajta digitális kütyű. Fék tetszik benne az egyik legjobban, hogy mekkora. Igen? Nagyon hogy ezt próbált mindenképp. És nagyon responszív, tehát így bekapcsolod is rögtön. Ja, az erősített motorfék az, ami nálunk gyakorlatilag kiszorította az Interdelt a dízelmotoros autóknál, uh-huh, és az annak van egy késedelme. Az Interdelnek nyilván nincs, uh-huh, de ez tulajdonképpen egy Interdel. Mert egy villanymotor generátor. A lényegében itt azért az üzemű féket azt nem is használja majd, hogy nem. Vagy hát a végén. Nagyon keveset. Ez az elektromos személyautóknál is abszolút trend, hogy gyakorlatilag a fékeddel azért kell szervizbe menni, mert berozsdásodik, ha nem használod. Tehát egy pedállal vezetsz tulajdonképpen. És nagyon-nagyon hatékonyan működik ez a fékezés. Nézzétek, ennyi fért a mai videóban. Én nagyon elégedett vagyok ezzel a teszttel. Egy élmény volt tényleg. Bárcsak lenne mindannyiótoknak lehetősége kipróbálni egy ilyen teherautót, egy ilyen kamiont, hogy mivel másabb, mint egy dízel, de jobb. Tehát azt tudom nektek mondani, hogy jobb, és jó itt lenni ennek a technikának a születésénél, mert persze a személyautóban nagyon régóta van, de egy teherautóban ez minden egyes lépés egy fontos mérföldköve ennek, ahogy kialakul, ott kell lenni végig, hogy épp milyen volt a töltöttségjelző, vagy milyen eszközöket tettek bele, még analóg óra volt benne, aztán későbbiekben már digitális, de épp az, hogy fog átalakulni, milyen fülke változatok, mi minden fog kínálni nekünk így a jövőben. Az, hogy mi ezt mennyire fogjuk megélni, az már egy másik kérdés, de itt van a technika, és valami elkezdődött, vagy folytatódik. Én pedig igyekszek minden egyes lépésénél ott lenni. Ti pedig, ha van kedvetek, akkor tartsatok velem legközelebb is, mert elméletileg hamarosan el tudunk menni, és megnézhetjük ezt teljes súllyal, teljes terheléssel. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!